Sziasztok! Üdvözöllek titeket a legújabb heti vlogban. És itt vagyunk Budapest belvárosában, a második kerületben. És jelenleg most mögöttetek a Margit hídban. És megyek egy másik youtuberrel találkozni. Majd mindjárt megértjetek, hogy mégis kivel. Megmondom azért, egy kicsit izgulok, de... Mert még hát körülbelül egy hónapja ismertük meg egymást. Viszont még személyesen nem találkoztunk, szóval most fogunk először találkozni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, és egy picit izgulok is, mert hát na mindegy, ilyenkor értető, úgyhogy menjünk. A youtubert amúgy Ricsinek hívják, na szóval írtam neki, és innen is bocsi, hogy hát az én szokásomhoz kíván... Vagy mi van? Szóval az én szokásomhoz híván én általában hát ilyen 20-30 percet azért szoktam késni, és hát most is befigyelez, úgyhogy bocsi innen videóból is. Megérkeztünk a Margit szigetre, és itt van Ricsi. Hello! Én is aki, kamerát. Igen, neki a csatornája lent lesz a leírásban, no. Nyilvánvaló. És itt van vele az egyik averja, aki nem szeretné, hogy annyira mutassam, de na, azért megmutattam, mert miért ne. A few moments later. Szóval egyszer jöttem föl BKV busszal Pestre. Ezt venni, ezt a kamerát, az állványon kívül. És akkor a szomszéd idős nénivel jöttem. És kicsit fura volt, de aztán felvett apa, és mentünk tovább. Ezzel köszönjük szépen, ez nagyon jó történet. Szívesen. Hát oda akartunk menni, csak hát oda nem lehet, és most megyünk oda. Mondtam, útirányt változtattunk, és menjünk a parlamenthez. Az idő kb. A legszebb, mert most fog lemenni majd a nap. És, ja. Végeztünk a nagy találkozóval, és hát, hogy éreztétek magatokat? Jól. Milyen Budapest? Jó, de hát mondjuk már mondtam. Már sokkal gyere, igen. Igen, de így jó, hogy úgymond nem szülőkkel vagyunk, meg nem családdal, csak így egyedül. Ja. Nyugis. Az. Már hogy egyes részei, de mondjuk nekem meg úgymond, hogy nyüzsgés jó, tehát bejön. Tehát én szóval legszívesebben itt laknék, igen, csak hát... Ja. Hello! Megyek el, ez is ilyen rövid elköszönés. Az övé is ilyen, nézzétek meg az én videómat. Meg a... Önpromotány? Hát jó. Hát így van. Ja, és az előbb ide jöttek. Hárman, hogy mi youtuberek vagyunk, vagy mi. Aztán mondtuk a csatornát, és kérdeztük, hogy clickbaitelünk-e, és mondtuk, hogy egy kicsit. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit. Na, ciao. Közben már másnap van, és azért fordítom baseball sapka, mert elég gázul nézek most ki, így bármint haj szempontjából. És amúgy most túrázunk, mert november 2-a van, és 19 fok van, és feljöttünk ide a 3-as határhegyhez, mert hova máshova mennénk, és lehet, hogy ezt a sapkát mindjárt megfordítom. Szóval így lehet, hogy jobb lesz, és jöttünk egy kilátóhoz. Hát ilyen 8-szög alakú szerűségűhez. És innen a kilátás azért szép lesz. She works a night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life. Itt vagyunk, mondok pár infót a kilátóról. Röviden annyit kell tudni, hogy hát a 3-as határhegyen van. Egy 8-szög alakú kis, hát egy 8-szög alakú kilátó, ami két szintes és körülbelül hát ilyen maximum 10 méter magas lehetett. Dehogy is.
Bálint, hülye vagy. Ami ilyen 6-7 méter magas lehet a kilátó, és egy szintje olyan 3-4 max, de hát... Aztán a tengerszint fölé emelkedik körülbelül 500 méterrel, ugyanis hát 499 méter, de hát az úgy 500. És ilyen időben, mint amikor mi jöttünk, tökéletes szerintem a kirándulás. Köszönöm idegen kis fülődít üvöltöző. Most leültem egy ilyen picit magas, hát azért annyira nem magas, hogy kb. Másfél méter lehet. És hát, hogyha ide valaki így berántana, hát annak nem nagyon örülni. Most viszont robogunk kajálni, ugyanis ebédidő van, és megyünk valószínű a bécsi szeletbe. Megérkeztünk, itt vagyunk már a bécsi úton, és megyünk hát egy olyan étterembe, ami szerintem az egyik legjobb étterem, legalábbis az egyik kedvencem nekem, és nem más, mint a bécsi szelet, úgyhogy ott fogunk most egy jó nagy adag rántott húst enni, mert hát éhes Bálintba. Írjátok kommentbe, hashtag Bálintka éhes. A few moments later. Szóval most végeztünk és kajáltunk egy nagyon jót, és nem fizetett promóció meg semmi ilyesmi, de hogyha erre jártok, akkor nyugodtan kukkancsatok be a bécsi szelet nevű kajáldába, mert nagyon finom rántott húsuk van, és ja. Láthatjátok, már itthon vagyok, és tudom, most elég rosszak a fényviszonyok, meg minden elég rossz így a beállítások is, meg mindent, de csak gyorsan leszerettem volna zárni ezt a videót, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, és egy következő heti vlogban, vagyis hát nem heti vlogban, valami másik videóban találkozunk, de addig is sziasztok!